Szép délutánt kívánok, ez a Weekend. A mai műsorban elsősorban a múzeumok éjszakájával foglalkozunk, hiszen több megyebeli intézmény szervez majd különböző programokat. Ám most egy olyan témával kezdjük a műsort, ami leginkább a gyermekvállalás előtt állókat, vagy a kisgyermekeseket érdekelhetik talán a leginkább. Vendégem, akit ágat már, az Regő, mellette nem messze a nővére Márti, itt van az anyukájuk is, Rákel Szőlősi Ramóna, okleveles babahordozási tanácsadó, valamint itt van Tóth Balogh Nikolett is, a Nyíregyházi Babaklub koordinátora. Sziasztok! Sziasztok! El lehet mondani amúgy, hogy egyre gyakrabban láthatunk a megyében is olyan anyukákat, akik nem feltétlen babakocsiban hordják a gyermekeiket, hanem különböző kendőkkel, meg kengurukkal magukon hordják, vagy elől, vagy hátul. Egyáltalán honnan jött ez a divat, trend, vagy hordozási mód Magyarországra, vagy ide a térségünkbe? Hát körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt került be az első néhány hordozókendő, és nagyon gyorsan került is rá magyar készítő, rögtön 3 márka is elkezdett feltűnni a piacon, és onnan végül is nem volt megállás. Most pedig már olyan széles termékskála van, rengeteg márka, típus, színek, hogy az anyukák csak győzzenek választani. A legegyszerűbb szerintem ez a kenguru dolog, amit úgy mindenki ismer, mindenki látott már, ez nem tudom, hogy amúgy kenguru, vagy valami ahhoz hasonló, egy ilyen egyszerűbb dolog. Én nem tudom, jól tartom amúgy, vagy pont fordítva. Hát ez a külső dekor része. Nagyon egyszerűen működik, ugye van ez a derékpánt, azt kell az anyukának, vagy apukának, vagy nagymamának a derekára csatolni. De ez nem egy hátizsák, gondolom. Így van. Hát fel is veszem. Tessék, tehát ezt így felveszem így a hátamra. Először a derekát. És akkor becsatolom a derekát. És akkor a... De hova kerül a baba? Először teljesen. Szoktuk a derekát, aztán jön a baba, és a hátára hajtjuk utána ezt a testrészt, és belebújunk a kezünkkel. Apukák nagyon szeretik egyébként, illetve az ilyen sportosabb anyukák is. Egy jó túrázáshoz. Szuper. Igen, legjobb. Igen. Tehát még esőben is nagyon kényelmes lefölvennie akár egy hegyi túrán, mert nem lúg a földre. Milyen színek, anyagok dominálnak esetleg a kendőknél, hogyha tényleg ezekre gondolunk, amik mondjuk itt van az asztalon is, például ez egy ilyen csajosabb szín, abszolút rózsaszín kismadarakkal. Mesélj erről, vannak trendek? Igen, teljesen szabályos trendek figyelhetők, meg ugyanúgy, mint a divatban. Vannak divat színek, amik követik az aktuális divatrendek. Például idén a kéket mondják, tehát ez az igazi kéket. Divatos, de egyébként ez mindig picit így formálják az anyukák egymás ízlését is egy-egy új darabban. Meg a kis oroszlánok ízlését, mint halljuk Regőt. Amúgy el kell mondani, hogy Márti sok-sok évvel ezelőtt, ugye volt itt a Weekendben, akkor őt hordtad, most meg ugye Regő következik. Amúgy a Nyíregyházi Babaklubban mi a helyzet? Az odajáró anyukák nagy többsége hord ilyet? Vagy van valami statisztikátok, vagy valami megfigyelésetek? Hát leginkább azok az anyukák jönnek már hozzánk, akik ugye a babahordozást pártolják, és tanácsokat szoktak elsősorban jönni kérni. Aztán pedig ott ragadnak. Ez a nagy helyzet. Még a műsor előtt kérdeztem, hogy neked van-e gyermeked, mondtad, hogy még nincs, de azért gondolom inkább ez az irányvonal tetszik neked. Igen, is. Nagyon szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból, hogy ugye azelőtt találkoztam ezzel a dologgal, mielőtt még lenne gyermekem, mert sokan esnek abba, hát nem hibába, de ugye járnak úgy, hogy megszületik a baba, és nagyon későn találkoznak már a baba hordozással, mondjuk 2-3 éves korban, így csak a másodikat kezdik el hordozni. De miért jó ez egyáltalán? Ugye említettem, hogy Ramóna, te okleveles baba hordozási tanácsadó vagy, hát amikor meghallottam a titulusodat, ledöbbentem, hogy van ilyen, hát te jó ég! Hát gondolom itt azért különböző tanácsokkal ellátod az érdeklődőket, vagy a mamákat, hogy ez miért jó, hogyan jó, mert én megvallom őszintén, hallottam rémtörténeteket, sőt szerintem a nézők is, hogy
sérült a baba a hordozóba, púpos lett, leesett, tehát ezek most ilyen rém történetek, de hogy mondj egy pár ellenérvet, vagy hogy is mondjam, tehát hogy nem ellenérvet, hanem pont az, hogy érvet, hogy miért érdemes és jó ilyet viselni. Nagyon komoly háttértudománya van a baba hordozásnak, tehát több nemzetközileg elismert szervezet, és azok hordozóiskolái vannak jelen, itt hazánkban is van három jelen pillanatban, hiszem, hogy három. És ortopédorvosokkal, gyermekgyógyászokkal, védőnőkkel karöltve dolgoznak azon, hogy a babákat tényleg ortopédiailag helyesen hordozuk, és ne fordulhasson semmi gubanc elő. Egy általam ismert nagyon kedves ortopédsebész például azt mondta, hogy ő terápiás céllal és megelőzés érdekében is ajánlja a hordozókendőt. Megelőzés. Igen. Tehát például kötött a baba csípője, és nem gumi pelenkát vagy terpesz pelenkát kap, vagy még rosszabb esetben kengyelt, hanem hordozókendőben már megvan ez a jó kis békalápóz, ahogy így nevezik. És a babának még jó érzés is szemben azért ezekkel a gyógyászati eszközökkel, hallja az anyukája szívehangját, és akkor itt el is érkezünk a pszichológiai előnyökhöz, amivel megint elég komoly irodalma van már mind Magyarországon, mind külföldön. Nagyon neves pszichológusok mondják, hogy a babának a lehető legtöbbet, legjobbat adjuk azzal, ha úgymond válaszkészen viszonyulunk hozzá. És ez nagyon könnyű úgy, hogyha a baba a lehető legközelebb van, tehát test közelben. Én nem elrémíteni akartam amúgy senkit az elő felsoroltakkal, de tényleg nagyon sokat lehet főleg régebben olvasni vagy hallani, amit említettem, koponyasérülés vagy bármi. Ez a rossz technika, tehát gondolom azért ezt is meg kell tanulni, hogy egy ilyen nem tudom hány méter hosszú kendőt hogyan, merre tekerjük, hogy jó legyen a babának. Megmondom őszintén, nekem ez ilyen döbbenetes információ, mert lassan 7 év alatt a klubban nem volt ilyen történet. Uh-huh. Egyetlen egy anyuka volt, akinek kicsit kibomlott a kötés, a YouTube-ról próbálkozott megkötni egy kötést. Uh-huh. Én azt tudom tanácsolni mindenkinek, aki ezzel kapcsolatban érdeklődik, hogy látogasson el a klubban, és kérdezze meg a tapasztaltabb anyukákat, vagy a babahordozási tanácsadókat a klubban, vagy a hozzájuk közel eső klubban, mert tényleg megvan ennek a tudománya, de nem bonyolultabb, mint a cipőfűzőnket megkötni, tehát egyszer kell megtanulni, és utána már nagyon könnyű. A klubbal amúgy mi a helyzet? Most milyen programokkal készültök? Nyáron azért mindig vannak megmozdulásaitok, sőt nagyon sok rendezvényen ott vagytok, és akkor meg is mutogatjátok, hogy hogy kell helyesen megkötni. Van most idénre, nyárra valami tervezett, vagy különböző foglalkozások, találkozások? Péntekenként vannak ugye a klub találkozóink, most elköltöztünk, azt tudni kell, a Bátori utca 22 szám alá. Ez folyamatos, tehát minden pénteken 10-től délig. Ezen kívül most éppen apák napját szervezünk, ez holnap lesz, ugye vasárnap lesz az apák napja. Úgyhogy ehhez kapcsolódóan szeretnénk. Ugye az fontos tudni rólunk, hogy nem csak anyákkal és gyerekekkel dolgozunk, hanem családokkal, tehát az apukák is fontosak számunkra. Ezen kívül pedig augusztus 1-én lesz a Szoptatás világnapja, ez lesz egy nagyobb programunk, illetve idén is lesz babahordozó hét, ez majd az ősszel. Ez akkor már be vagytok táblázva a programok terén. Amúgy hány hónapos vagy hetes kortól lehet elkezdeni a babák kendőben hordozását? Nem tudom, ez így helyes, ahogy mondtam? Igen, helyes. Akár már a születésük napján magukra köthetik az anyukák, hogyha igényük van rá. Ezzel együtt én azt szoktam tanácsolni, hogy ha csak lehet a gyermek ágyat, azt szenteljék a pihenésnek. Viszont ha amúgy is fel kell, mert teszem azt a nagy tesóhoz, már pedig fel kell, akkor sokkal kímélőbb neki is, hogyha inkább kendőben van a baba, és eloszlik a kendőn a baba pici súlya, mintha kézben vinné ide-oda a lakásban. Én amondó vagyok, hogy bátran keressen meg titeket bárki, aki még gyermekvállalás előtt van, vagy már van otthon picurka baba, hiszen rengeteg formát, színt és technikát tanulhatnak meg nektek köszönhetően. Legkésőbb augusztus 1-én akkor találkozunk ezen a bizonyos világnapon. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Külön tetszett amúgy Mártinak ez a néha bemozdulás, hogy ő is látszódjon a képbe. Remek, amúgy nagyon tetszik a tetoválásod is. Hajrá neked, én köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.